A pápai Szekúr a Ferencváros ellen begyűjtötte 10. sárgalapját, így kimaradt a keretből. Eszlátyi is kispadra került, így Tóth Bálint újra kezdőbe jelölte Keneseit és Arsicsot. A vendégeknél is két változás volt a múlt heti csapathoz képest. Kővári és Vitrédi ezúttal a cserék közé került, így kezdőként futott ki a gyepre Pölöskei és Városi. Nézzük meg, hogy mi történt tehát a mérkőzésen. A 13. percben jegyezhetjük fel az első lehetőséget, ami ráadásul a vendégek előtt adódik. Moll, Csizmadia mellett visszafordul, Szatmári, és aztán jön Koller, aki nagyon rosszul találja el a labdát. 23. perc, Arsics végzi el a szabadrugást, Csizmadia hosszú saroknál, Csizmadia fejjel, Gőce véd, de Csizmadia lesen volt, jelzi a partjelző. Aztán egy újabb Arsics szabadrugás a 29. percben, de ez már eredménnyel zárul. Nagy Tamás Nagy Józsefet megelőzve stukkolja a labdát a kapuba. 1-0 Nagy Tamásnak ez az első gólja az NB1-ben. Csizmadia kéri oda a többieket is, hogy ünnepeljék meg kellőképpen a gólt. A szurkolók is csatlakoznak hozzájuk. Egy újabb hazai próbálkozás, Kenesei lő, a labda fölpattan, Moll nem tudja kifejelni, ez is rövid, aztán Gőcének akad egy kis munkája. Nagy Tamás küldte meg. Egy pécsi próbálkozás. Nagyon nagyot kellett védenie Szűcsnek, Horváth Adrián lőtt kapura. 41. perc. Szatmári ügyesen leviszi, aztán küldi középre, ismét Szűcs résen. 45. perc, megint Szűcs fogja a labdát, Márpár Dávid próbálkozott távolról. 51. perc, Moll mutogat, a labda jön a hosszú sarok felé, és Szűcs ezúttal is remekül mozdul ki a kapujából. Itt is lesz helyzetet jegyezhettünk föl. 55. perc, Kővári, Márkvárt várja a labdát, jól érkezik, de nem találja el a kaput. 57. perc, Griffiths, jó passz. Nagy Tamás, ez nagy lehetőség, és egy érdekes mentés, Nagy József nem fejjel, hanem lábbal. Perc. Nagy József ügyesen zárkozik föl a támadással a jobb hátvéd, és megiramodik aztán vele, jól teszi tovább, és Szűcs, Markvárt lőtt. Egy perccel később Szatmári végzi el a szögletet, van érkező ember, Városi volt az, nem találta el a kaput. 69. perc, Moll lekészíti magának, fölnéz, az ő lövése is célt téveszt. Aztán Pericsre kell koncentrálni, igen, távol a kaputól, de megoldja, fölhozza, rálövi, a gól azonban nem jön össze, Pápa PMFC Matthias 1-0.